Június 20-án tavaszi szezonzáró rendezvényt tartottak a dombovári foci csapatok. Bár a járvány átírta a forgatókönyveket, és a versenyeredmények csonkák és befejezetlenek voltak, a tavaszi szezon lezárult. A szervezők a meccsek alatt sem tétlenkedtek, szorgos kezek készítették a játékosok részére az ízletes vacsorát. Azt gondoltuk, hogy a csonka a tavaszi szezon után 3 hetet edzettünk, és miért elengednénk a fiúkat nyári szabadságra, hogy kicsit pihenjenek. Szeretnénk ezt az évet lezárni, illetve a szezont egy tavaszi búcsúztató nyári kupával. Mind a 3 csapatunk összeméri tudását, a DFC, a DLK és a focisunknak az ifjúsági csapata. Ezt a mai napot szeretnénk egy közös vacsorába zárni, és 5 hétre mindenki elmegy pihenni, és elkezdjük újból az edzést. Remélem, hogy az ősz az telibe fog menni, és le tudjuk játszani az összes meccset, és nagyon sok dombovári szurkolónak tudva mind a 3 csapat örömet szerezni. Pálinko Mihály fiával az U16-os korosztály edzéseit tartja. Elmondása szerint a mai meccsektől nem kell nagy eredményeket várni, inkább a közös játék a lényeg. Hát a szezonban az U16 az veretlenül vezette a mezőnyt, amikor abban maradt, és sajnos ugye az idén nem hirdettek eredményt. Az ifjúsági csapat második helyen fejezte be végül is, egy vereségünk volt Tamásival, Tamásival szemben. Hát azt nagyon sajnáljuk, de szerettünk volna javítani, de már most nem, vagy nincs már rá lehetőség, ugye így fejeződött be a bajnokság. Most ez a mai nap végülis a szezonnak az zárása lesz, ugye, ami félbe marad, de most kezdünk életezni újra, futballozni, edzéseket tartani, és akkor ezzel szeretnénk lezárni. Így, hogy a dombovári városképviselő csapatok egymás ellen játszanak egy körmérkőzéses tornát. Bár még csak most zárult le egy szezon, mi már a jövőről faggattuk a játékosokat és az edzőket. Hál' Istennek itt Dombováron sikerült most egy olyan csapatot összehozni, ami azt mondom, hogy 90%-ban dombovári játékosokból áll. És hát sajnos közben jött ez a veszélyhelyzet, és ez azért keresztbe húzta a mi álmainkat, hogy ez a csapat bizonyítson, és igazából nem sok lehetőségünk volt rá. Bízunk az őszbe, és abba, hogy sikerül egy olyan magot újra létrehozni Dombováron, dombovári játékosokból, mint amilyen volt egyszer egy MB3-as csapatunk. És nem mondom, hogy rögtön az a célunk, de egy igen erős középmezőnybe ott lenni. És a másik legfontosabb célunk pedig az, hogy ide a centerpályára vissza tudjuk hozni a megye 1-es meccseket, hiszen Dombovár egyik legszebb helyén fekszik, jól megközelíthető, úgyhogy nagyon szeretnénk, ha ősszel már így folytatódnának a meccsek. A mai nap az örömről szólt, a hosszú kényszer pihenő után pályára álló játékosoktól nagy manővereket nem lehetett elvárni. Télen egy teljesen új csapatot kellett építeni, hiszen télen a csapatból nem tudom pontosan 8-9 ember távozott, és ugye egy új csapat épült, ami főként helyi fiatalokra tudott támaszkodni a klub. Nyilván ez egy más felfogást kívánt. Próbáltam összerakni télen a csapatot, ugye nem volt sok időnk. Az első 2 forduló, ugye itthon csináltunk egy bravúr győzelmet a Tamás és Dunaföldváron egy döntetlen értünk el. Úgy gondolom, hogy jó indultunk tavasszal, kezdtünk összerázódni, aztán ugye ez a krízis helyzet, ami a világot érintette, ez ugye nyilván a sportra is kihatással volt. Én nem örültem neki, de minden rosszban van valami jó. Tehát így a 2 eredmény alapján ugye föl tudtunk kapaszkodni a dobogóra, és ez igazából meg is maradt. Nyilván ez nem mérvadó. Most ugye megint nyáron ez a sok kihagyás, aminek én nem örülök szakmailag, ez a sok kihagyás rányomta a BLG-t a mai napon is. Ugye már azért 3 hete edzegetünk, de látszik a fiúkon ez a 2,5 hónap kihagyás, tehát bár fiatal emberekről lévén szó, nagyon-nagyon le vagyunk maradva fizikálisan, amit én szeretnék. Nyilván most ugye a mai nappal lezárul ez az év, úgymond, ez a csonka év, és lesz egy 3 hetes pihenő, és utána nekiállunk a felkészülésnek. Igazából ez szakmailag nem nagyon szeretném értékelni, mert inkább ez egy összetartó jellegű egy dombovári megmozdulás, ami ugye 3 helyi csapat, a dombovári ifjúsági csapat, a focisul egyesület, illetve a DLK, a megye 3-as csapat, illetve a DFC, mint mi. Én jónak értékelem ezt, ugye, de azért próbáljuk ezt is komolyan venni, egy edzésnek kihasználni. Nagyon örülök neki, hogy ezt a pályát is, a régi MB3-as pályát is rendbe rakták a város vezetői, és így most már ugye még komolyabb körülmények között infrastruktúrálisan tudunk dolgozni. Hát megpróbálunk megfelelni a kívánalmaknak, megpróbálok összerakni egy ütőképes fiatal csapatot, egyet meg tudok ígérni, hogy eredményt nem szeretnék mondani, de hogy minden meccsen itt van harapni fogunk, az biztos. Mind a 4 helyi labdarúgó csapat számára keserédes volt az elmúlt 2-3 hónap.
elmaradt edzések, félbehagyott bajnokságok, féleredmények jellemezték a tavaszt. Ezért a szombati kupa jó hangulata erőt adott a továbbiakhoz. Az eseményen a DFC csapata szerezte meg a Vándorkupát, gólkirálynak pedig Martinka Dánielt választották.